A munkáspárt 2006 igyekezett olyan fiatalokat indítani jelöltként, akiket ismernek választókörzetükben, és biztosan az őket megválasztó embereket képviselik majd, mondta Tajcs Ferenc, a párt megyei elnöke. Élhetőbbé tennék Egerben például a Felsővárost, a Szalát és a Béke utcát olyan módon, hogy akár a turistáknak is megmutathatók legyenek ezek a városrészek. Tajcs Ferenc elmondta, a munkáspárt 2006 több jelöltje is összegyűjtötte már a szükséges mennyiségű kopogtató cédulát. A megyébe is elindult a választás. 52 településen indítottunk jelölteket, és elindítottuk a megyei önkormányzatnál is a lista állítását, tehát a megyére is szedjük az ajánló szelvényeket. A megyében 7 polgármester jelöltet indít a párt. Az biztos, hangsúlyozták, hogy a dobótéren nem mély garázs építését tervezik. Nem támogatják azt sem, hogy a végvári vitézek szobor más helyre kerüljön. A következő hetekben tiltakozni is fognak ez ellen. Rendkívüli közgyűlést tartott a MIX, a Magyar Ifjúsági Közösségi Szervezet. 20 év után újra bevezették a főtitkári címet. Főtitkárá Benkő Gyulát választották. A MIX a munkáspárt 2006 jelöltjeit támogatja. A kampányban is segítik a pártot. A MIX először adott át munkásbarát cég és vezető elismerést, az oklevelet a Városgondozás és annak egyik üzemegységvezetője kapta.